Az úgynevezett negyedik ipari forradalomba, vagyis a digitalizáció, a robotika gyors és teljes körű elterjesztésébe az eddigieknél jobban szeretné bevonni Magyarországot a kormány. Ezért indították be az Ipar 4.0 programot, és ezért hozták létre az 5G koalíciót, illetve a mesterséges intelligencia koalíciót, amelyek segítségével teret nyer a digitalizáció az élet szinte minden területén. Ezt mondta Varga Mihály az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megnyitóján. A pénzügyminiszter szerint a korszerű ipari termelés arányának növelése teremtheti meg az alapot a közösségi célok megvalósításához. Az a cél vezérel bennünket, hogy Magyarországon minél többen részesüljenek a digitalizáció előnyeiből. Jó esélyünk van erre, mivel a magyar gazdaság fejlődési üteme lehetővé teszi, hogy a következő években egyrészt több forrásunk legyen ilyen típusú fejlesztésekre, másrészt több embert, több céget, vállalatot, vállalkozót tudjunk bekapcsolni ebbe a folyamatba. Ez egy új feladatot, egy új irányt is jelent. Ugye a tavaly évben a gazdasági növekedésünk háromszorosa volt az Európai Uniós átlagnak. Ez tehát arra is megadja a lehetőséget, hogy átgondoljuk, milyen fejlesztési irányokat fogunk vagy kívánunk kijelölni a jövőben. Természetesen egy kormány, egy politikai testület részéről elég profánul hangzik ez a cél. Azt szeretnénk, hogyha jobban élnek az emberek, és valahogy könnyebben boldogulnának a hétköznapjaikban, vagy éppen az ünnepnapjaikban is. Ezt azonban lebontani egy digitalizációs vagy egy innovációs programra nem egyszerű. Ezért szeretné bevonni a kormány, illetve a gazdaságirányítás, a digitalizáció, az informatika tapasztalt és fiatal szakértőit is. Többek között azokat, akik a mostani diákköri konferencia magját adják. A konferencia résztvevőinek, vagyis a magyar informatikai oktatás legjobb hallgatóinak ugyanakkor felhívták a figyelmét az etikai normák betartására is. Hihetetlen lehetőségeket és veszélyeket rejt az informatika. Napirenden van egyik oldalon a személyre szabott orvoslás, a génetérkép, hogy az orvosi alkalmazásokat említsem, de veszélyként ott van az, hogy ma már tömegkihatású manipulációs eszköz is lehet nagyon rossz szándékok kezében. Gondoljunk arra, én a német közszolgálati tévében láttam, hogy a Brexit az állítólag egy ügyes és csúcs, mesterséges intelligenciát, elosztott rendszereket összepakoló manipuláció következménye. A konferencia megnyitóján elhangzott, hogy a fejlődés tempója és iránya legalább annyira meghatározhatatlan, mint az informatikai felsőoktatás jövője. Ebben a helyzetben pedig, a szakértők szerint, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a konferencia jelenti a folytonosságot. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, ez most már sok évtizede szervezi, a leglátványosabb tevékenysége az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak a megszervezése, de hát ösztönzi és segíti az intézményi műhely munkáknak a megvalósulását is. Amit kiemelnék, és amire büszkék vagyunk, hogy tavaly decemberben kaptunk egy magyar örökségdíjat. Az 1955 óta megszervezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon eddig 62 ezernél több tanulmányt, illetve dolgozatot készítettek a résztvevők, ami a magyar műszaki fejlődés mércéjével mérve is nagyon sokat tett az ország technológiai fejlődéséért.